Óbuda egyik új díszpolgárát, az örökifjú Vásári Tamás zongoraművészt és karmestert otthonában, a Gellért hegy oldalában látogattuk meg. A másfél évtizede kerületünkben élő, világhírű művész itt készül fel fellépéseire, és itt írja önéletrajzi műveit, amelyek nem csupán visszaemlékezések egy kalandos életpályára, hanem komoly üzenetet is közvetítenek. Ezekről faggattuk a neves művészt. A művészetnek szerintem az egyetlen értelme, hogy a hallgatóságot átvigye egy másik, egy magasabb dimenzióba, ami, ahol ő is van, mert bennünk különböző dimenziók vannak egy időben, és ha valaki képes arra, hogy engem az én magasabb dimenziómba vigyen be, amiről esetleg én magam se tudok, az a nagy cselekedet, és ez, ami a művészetnek a lényege. Az egyik családtagom mondta ezt nekem, hogy tudod, Tamás, az én számomra a klasszikus zene az jelenti, az a legnagyobb jelentősége, hogy én a klasszikus zene által tudtam meg, hogy mi minden van bennem. Mert egyszerűen hatnak rám olyan dolgok, hogy mint a személyes élmény lenne, és én azt nem is tudtam, hogy ez ilyen érzelmek vannak bennem, amit kiváltotta a klasszikus zene. Mi kell ön szerint ahhoz, hogy valaki csoda gyerek legyen? Mi az az igazi örökség, amit valaki vagy megkap, vagy nem kap? Mi ez egy csoda adomány? Hát ez azért nehéz megmondani, mert nehéz megmondani, hogy kiből mi lesz. Mert még akkor is nehéz megmondani, amikor az illető világhírű, mert kérdezem meg egy művészt a másikról, és akkor nagyon változatos lesz a válasz. Tulajdonképpen nincs mérce, elfogadott mérce, és ezért ezt nem lehet megmondani, hogy tulajdonképpen kiből mi lesz, és pláne nem gyereknél, hát én kimondottan nem szeretem, akkor nekem valakit előjátszatnak, mert mit tudom én? Hát most ilyen, és egyáltalán most ilyen, de hogy milyen, azt is nekem ilyen? Az is számít, hogy az illető maga milyen karakter, mi az, ami neki egyáltalán fontos. Például Fischer Anninak nem az volt a fontos, hogy ki milyen tisztán játszik, pontosan játszik, vagy milyen nagy a repertoárja, hanem egész egyszerűen az a pillanat milyen volt. Hát én ugyanilyen vagyok, hogy engem az át tud vinni egy más dimenzióba, és egyáltalán tesz a közönséget is, vagy nem. Ön gyerekként hogy érte meg ezt a kiemelt szerepet? Hogy élte meg azt, hogy önt csoda gyerekként kezelik, hogy egyre jobban megismerik mások? Élvezte? Vagy? Élveztem. Abszolút élveztem. Aztán egyre nagyobb nyűg lett az, hogy a felelősség, hogy az ember most jó, hogy vége a csoda gyerekségnek, most csoda felnőttnek kell lenni, ez már nem olyan könnyű. És a csoda gyerekség az olyan módon az egy nagyon kiemelt, nagyon kellemes pozíció volt, hogy a felnőttek egyenrangúnak vettek, sőt, felnéztek a művészre, ugye? Fornit Béla bácsinak a lakásán játszottak elő Dohnányinak, és hát amikor meg voltunk hívva egyszer a szüleimmel hozzájuk, akkor nem kellett előjátszani, hanem játszottam az unokákkal gyerekjátékokat, és egyszer csak bejött a szobába valaki, egy felnőtt, és azt mondja, hogy hát Tamáska, zongorázzál nekünk valamit. És akkor kimentem, és elkezdtem zongorázni, és oda, és egyszer csak azt láttam, hogy a Maritta, az egyik egyik gyerek, akivel játszottunk ott, az egyik unoka, az elkezdett zokogni, és mondom, hát miért sírnak? Hát azt mondja, én azt hittem, hogy te egy normális gyerek vagy. De egyszer, amikor itt felnőttek, bejöttek a zongoraórámat meghallgatni a zenedébe, és utána, amikor hazamentem édesanyámmal, akkor mondtam anyukának az utcán, hogy hát anyuka, én olyan nevetséges vagyok, azt mondja, hogy nem vagy te nevetséges, és miért kérdett? Hát, hogy én rajta mindig nevetnek a felnőttek. Hát ugye mosolyogva, ugye kedvesen, hát mit jelenti? Nevetnek, nem szerettem gyereknek lenni ilyen szempontból, de már csoda gyereknek igen, mert akkor már felnőtt számba vettek. Ráadásul ez egy igen nehéz időszakban volt. A magyar zenetörténet egy másik hatalmas alakja is sokat tett önért ott a kezdeti években.
Konkrétan, ha jól tudom, akkor megmentette a családot Kodály Zoltán. Igen, oda mentem hozzá egy óra után, hogy tanár úr, szeretném eljátszani a tanár úrnak a maroszéki táncokat, amit most tanultam meg, hogy jöjjön szerdán délután 3-kor. És akkor a lakásán felkerestem, és eljátszottam meg, és akkor az a furcsa-furcsa dolog történt, amit minél többet mesélem, amár kevésbé hiszem, hogy ez tényleg megtörtént. Ilyen hosszú, kék köntösben volt, és két zongora egyikénél ő ült a széken, a másikra rámutatott, hogy arra székre én üljek, és zongorázzam el a maroszékét. Borzasztó nehéz feladat volt, mert a szoba telestele volt bútorokkal, párnákkal, szőnyegekkel, függöny, rengeteg kotata, rengeteg tárgy, ami felfogta a hangot, ráadásul le volt takarva a zongora, le volt zárva, semmi hangja nem volt. De az inspiráció annál nagyobb volt, hogy ott ül velem szemben a maroszéki táncok, a Psalmus Hungaricus és az egész Kodály irodalom, ami az ő fejéből, az ő szívéből kért. És akkor, amikor befejeztem, oda jött hozzám, kezdetől is azt mondta, hogy szervusz. De most ez az, amit most már, ha most mondanám, azt mondanám, hogy ezt álmodtam, mert ez nem lett igaz, mert ő senkit nem tegezett, és engem se az előtt, se az után. Akkor ez alkalommal, de azért kell, hogy igaz legyen, mert én mióta ez megtörtént, azóta én ezt mesélem. Hát nem hiszem, hogy kitaláltam volna, viszont Magyarországról sose jöttem el, mert nem is akartam, hogy majd lélekben én soha nem jöttem el. Azt kényszerítette arra, hogy eljöjjek, hogy édesapám börtönben volt, amikor elhagyta Magyarországot, legálisan, mert a belga verseny következtében engem meghívtak 56. decemberére, december 2. és 4-ére Belgiumba, két hangversenyre a bécsi szimfonikusokkal, és mikor a forradalom kitört, már a zsebemben voltak az összes papírok, én rögtön kijöhettem volna, igen ám, csak az édesapámat letartóztatták, elvitték a forradalom letörése után, és akkor én megpróbáltam valamit ott megtudni legalább, hogy hol van, melyik börtönben, és eljutottam a fejhez, a Münich Ferenchez egy ajánló levél segítségével, amelyet Kodály Zoltán, Fischer Anni, Tóth Aladár, Szabolcsi Bence, négy Kossuth Díjas zenész aláírt, és így fogadott, és akkor azt mondta, hogy ő csak egyet tehet, hogy leszól, hogy ne legyenek túlkapások, de amíg az ügyét ki nem vizsgálják, hát én nem tett semmit. Hát ennél tovább nem mehetem, Magyarországon eljöttem, és első dolgom volt, hogy egy levelet írtam az anyakirálynőnek Belgiumba, akinek a nevéről elnevezték a versenyt, Queen Elizabeth, tehát az Erzsébet királynőt, aki azonnal fogadott, egy ebédre meghívott, és az ebéd után elküldött a személyi titkárával a szovjet nagykövethez, és 24 órán belül a szüleim megkapták mind a ketten az útlevelet, édesapám kiszabadult a börtönből, és utána jöttek. Úgyhogy utána Belgiumban éltünk egy évig, és akkor utána Svájcban mentünk, ez a három, mondtam, az a három meghívás oda szólt, és le is telepedtünk. Nem volt könnyű, de sikerült letelepedni ott, és amikor megkaptam 12 év után az állampolgárságot, akkor rögtön hazajöttünk. Elsősorban Debrecenbe mentem, mert mindig azóta egy visszatérő álmom az emigrációban, hogy a nagy templom előtt állok Debrecenbe, és azt mondom, hogy na, most ez nem álom, ez most tényleg valóság. De azok az életem legszebb évei, amikor a nagy templommal szemben, a Püspöki Palota nevezőtű nagy bérházban laktunk, úgyhogy ahol a szüleim ágyának a lábánál volt az a divány, ahol én aludtam, és amikor kinyitottam a szememet, mindig a nagy templom tornyát láttam, és a reggel a csodálatos Rákóczi harang ébresztett. Ezer óta viszont itt Új-Budán él, lassan másfél évtizede. Miért éppen ezt a kerület? Nagyon érdekes, pont most kérded, mert beszéltem a püspöki lakásról, püspöki palotai lakásunkról. Pontosan olyan az ajtó itt, mint ott volt, olyanok a szobák, olyan nagyok a szobák, és nagyon, ha egyáltalán ahol én laktam egész életemben, ha azt mondom, hogy két lakásom hasonlított egymásra, ez a kettő. Ez a Gellért-hegyi lakás, és az életem legboldogabb időszakának a lakása, Debreceni Püspöki Palota. És amellett, hát ugye nekem
eszenciális az, hogy valahol természet közelben legyek. Na most Debrecenben akkor még én nem kezdtem el azt, amit később, hát, hogy mondjam, csak a gyökerei ott voltak ennek az életmódnak, amit ma élek, és elég régóta élek, vagyis az, hogy én összekötöm az olvasást, a partitúra tanulást a sétával. És nekem az, hogy ez az egyik, hogy tényleg nekem kellett természet közelség. Általában megkérdik az embereket, 900% azt mondja, hogy én szeretem a természetet. Én nem szeretem a természetet, nekem a természet az a közegem, abszolút elengedhetetlen. Az az én munkaszobám, hogy úgy mondjam, én ott tanulok, ott olvasok. Leginkább most itt, mióta itt lakom, a Gellért helyen, tudjuk, amikor másodszor megnősültem, és elvettem a Tudnyogi Henriettet, aki a operaházban, a balett együttesben volt szólista, elvettem akkor, hát ugye kerestünk egy lakást, ami nekünk megfelel. Hát ugye az első szempont az volt, hogy természethez közel valahol. Na de viszont, ha már természethez volt közel, akkor meg nagyon távol volt a mi munkahelyünktől. Mert a feleségem az operaházban dolgozott, én a rádiónál voltam a főzenei igazgató. Tehát ezt összekötni, hogy természet is legyen, meg a központban is legyen. És akkor azt mondta a feleségemnek, hogy hát ő arra mindig arra vágyott, hogy a Gellért-hegy közelében, vagy a Gellért-hegyen lakjunk. És ez be is következett. Körülbelül a 40. lakás vagy ház volt, amit megnéztünk. Minden nap felmegyek legalább egyszer a Citadellára. Minden nap, a napközben olvasva, tanulva a partitúrámat, vagy valami könyvet olvasva, ha esik az eső, vagy hó, ugye akkor ezt nem tudom csinálni, vagy ha egész nap valamilyen módon nem érek rá, akkor este is felmegyek, és amikor olyan nyári időkben, amikor napközben tudok sétálva tanulni, és viszont kellemes kijönni este a hőség után a természetbe, akkor kétszer is felmegyek a Citadellára. Világsikereket elért ember önéletrajzi könyvet ír, üzenet címmel jelent meg, ugye a Vaskos kötete egy évvel ezelőtt, el is kapkodták. Az ember arra számít, hogy ez egy sikertörténet, ez tele van csupa fényes, izgalmas ponttal, ehhez képest az ön szorongásainak a történetét foglalja össze ez a könyv, a szorongásait is foglalja össze ez a könyv. Miért? Hát tudnélik, te elmész egy társaságba, és ott van 20 ember. A 20 emberből 19 fog hízelegni, simogatni, nagyon kedves lesz hozzá. Egy oda megy, egy jó nagy pofont lekever. Utána hazamész, mi számított neked ebből a társaságból? Ez sajnos már megint hozzátartozik a pokolhoz, ami a földi létünket jellemzi. És valóban az, hogy most sikerem volt, ez nagyon nagy dolog volt, és ezt le is írom. Pontosan az első koncertemet Debrecenben 8 éves koromban, és egy-két ilyen siker, de tulajdonképpen amik igazán izgalmasak voltak a számon, és igazán maradandó, amivel emberileg fejlődtem, az pontosan a sikertelenség. És ezt azért mondom, hogy fejlődtem, nem akar, ez egy csúnya szó, mert azon az univerzális úton, amin mindenkinek végig kell menni, hogy előre tudtam lépni, az, hogy megrövidítsem magamnak ezt az utat, vagy megrövidítsék a számomra ezt az utat onnan felülről, ehhez hozzájárult az, hogy a nehézségek. És pontosan igazat kell adnom a nagy középkori misztikusnak, Magister Eckhartnak, aki azt mondta, hogy a fejlődés leggyorsabb paripája a szenvedés.